Eddig még nem tisztázott módon talált fejbe egy dobó kalapács edzés közben egy 14 éves lány szombathelyen a helyi atlétikai pályán. A lány súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére nem került életveszélyes állapotba. A mentők kórházba vitték, ahol a szájsebészeten megműtötték. A baleset körülményeit a rendőrök is vizsgálják. Az első hírek még arról szóltak, hogy a fiatal versenyzőt egy diszkosz találta fejbe, de később kiderült, hogy a kalapácsvetők szere találta el a lányt. A szombathelyi dobóese holnapra ígért tájékoztatást a történtekkel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy a dobókör melletti hálón fennakadt kalapács zuhant a lány fejére, melynek a fogantyúja ütötte meg az arcát úgy, hogy súlyosan megsérült. Egy 13 éves gyereket megdobtak, a helyszínre rohamkocsit indítottunk, a kislány sérült is szerencsére nem voltak életveszélyesek, eszméleténél volt, artsérülés szenvedett, valamint a fogai estek ki. A fiatal lányta a szájsebészeten megoperálták, állapotáról többet azonban nem árultak el. Pars Krisztián olimpiai bajnok nem volt kint a pályán, amikor a baleset történt, de természetesen hallotta, hogy mi volt az edzésen. Szerinte nagyon ritka, hogy az egyébként veszélyesnek látszó dobószámok közben baleset történik. 16 év alatt kétszer volt olyan, ami, ami ilyen balesetben Torkot, de pont azt szoktam mindig mondani, hogy, hogy, hogy ami még nagy versenyen történt, vagy hogy ezt a hálót is megnézed, ebben a hálóban nem lehet e, úgy dobni, hogy valakit eltaláljon. Ez úgy lett megtervezve. A történtekkel kapcsolatban a rendőrség egy közleményt adott ki, melyben arról tájékoztattak, hogy az eset körülményeinek tisztázása érdekében foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés büntettének gyanúja miatt eljárást indítottak.